most kapják a felszólítást. Így van, 1-3 oda-vissza. Azért nagyon-nagyon kimagaslik a játékban, nem biztos azért, hogy ez ennyire tuti befutó. Így van, hiszen erről beszélgettünk, hogy azért Babilónia nem magaslik ki a mezőnyből, annál is inkább, mert például bizottság őt legutóbb megverte. Rövidesen elindul, napi első futamunk egy nyeretlenek gátversenyével kezdünk, sőt ebben a pillanatban el is indította a starter a kis mezőnyt, de hát rendkívül rosszul kapott lábra a francia ló, az gyakorlatilag minthogyha sétálna, és már most az első ugrást megelőzendőn hossza közönével van lemaradva. Valószínűleg, hogy nem is fog ugrani. Nézzük, hogy hogy alakul viszont az élmezőny, Royal Run, illetőleg bizottság hozzák a mezőnyt. Ők vannak jelen pillanatban elől, aztán ott van Babilónia és Aurora Borealis, illetőleg Fjord Rock, aki zárja per pillanat ezt a kis mezőnyt. Babilónia menet közben az ére galoppozott, Royal Run második pozícióban egy kicsit nehezen vette ezt az ugrás, mellette ott van bizottság, aztán pedig Aurora Borealis, illetőleg Fjord Rock. Aztán figyelem menet közben, így double gird, de hát bár sikerrel vette az első akadályt, de hát már nagyon-nagyon-nagyon messze van a többiektől, gyakorlatilag érdemben ebben nem fog beleszólni semmilyen szinten. További küzdelmekben Babilónia pedig menet közben vezet továbbra, is előnye nagyjából egy 2 hosszra tehető bizottság, aztán pedig Royal Run a következő. Lábra kapott most már Fjord Rock, kis per pillanatot Aurora Borealis társaságában zárják a mezőnyt, tehát egyáltalán nincsenek kimaradva, teljesen együtt az egész csapat. A Babilónia viszonylag könnyedén tud vezetni, előnye most már egy olyan 3 hossz is lehet a mögötte galoppozó bizottsággal szemben, majd Royal Run, aki mellé lassan-lassan fölér Aurora Borealis is, illetőleg Fjord Rock, még egyszer mondom, nem kimaradva egyáltalán. Nézzük a következő ugrást, hogy sikerül majd a mezőnynek, ez adott esetben akár vízválasztó is lehet. Egy picit nem, hogy tömörödött a mezőny, gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizottság fejre föl tudott jönni az eddig vezető Babilóniához, sőt el is galoppozik mellette. A további 3 ló, pedig akit még úgymond versenyben lévőnek mondhatunk, fejfejét galoppoznak, visszacsúszott utolsó pozícióba Aurora Borealisre, hát még ő is jöhet fölfele. A kanyar előtt vagyunk, bizottság vezet, bizottságia mellett pedig ott van a Babilónia, de hát a többiek Royal Run vezetésével jönnek, és újra beleszólt a küzdelembe Aurora Borealis, legalábbis följebb tudta őt lovagolni lovasa. Ilyen a verseny utolsó 800 méterre, a két favorit az élen, a többiek nincsenek olyan nagyon-nagyon messze tőlük, egyelőre bizottság egy kicsi fölényben látszik, Babilónia van szemben, de hát kettő között alig van egy-két hossznyi különbség. Aurora Borealis jön feljebb, ott van most már a harmadik helyen, fejfejt Fjord Rockkal, a sor végére pedig Royal Run csúszik vissza. A bizottság menet közben növelni tudta az előnyét Babilóniával szemben, 3-4 hossz most már a forja, a Babilóniára pedig jönnek rá a többiek, Aurora Borealis ér fel mellé, és Fjord Rock is ott van nagyon-nagyon közel, simán szerezhet egy dobogós helyezés. Makovicki Ákos hátra néz bizottság nyergében, hol vannak a többiek egyelőre tőle, azért egy 3-4 hosszas távolságra, amikor már az utolsó ugráshoz közelít bizottság. Bizottság az utolsót azért nem teljesíti tökéletesen, de nagyobb gondja nincsen. Innentől kezdve pedig már csak a biztonságra kell törekedni. A bizottság legutóbb is nagyon jól futott gáton, ezúttal még jobb, és meg fogja nyerni nyeretlenek gátversenyét. Bizottság mögött nagy küzdelemben Babilónia lett talán majd a második Aurora Borealisszal szemben, mögöttük jön Fjord Rock, a sor végén pedig Royal Run. 3-as, 1-es, 5-ös így a befutási sorrendünk. Itt nagy változás nem történt, tehát ugye kapott egy kis plusz teret bizottság Babilóniával szemben. Na, annyira nem is verte meg, de hát ez papíron jósolható volt. Én azt hiszem, Babilóniának pedig izzadnia kellett. Nagyon tehetségesnek tűnik Aurora Borealis, hogyha még erre egy kicsit tesz rá, akkor minden rendben. Ez Double Girl-el mi történt? Föladták a menet közben a versenyt? Ezen tűnődtem ugye az első félkörben, amik hol van, vagy még fut? Megmagyarázhatatlan, érthetetlen, és azért nyilván ilyenkor az ember ránéz a táblára, azt látja, hogy rengeteg hatos az első oszlopban, mégis a francia tréningből jött a ló, volt nyáron kétszer helyezve, mint hogyha eleve feladta volna a versenyt, tehát nem is akart elindulni, se lóvas. Pillanatig néztem, hogy lehet, hogy a startot fújták vissza, hogy mondjuk sétálva jön el a tehát nem indítás is ment követően. Megmagyarázhatatlan, tehát kíváncsi vagyok, hogy erre valamiféle tényleg indoklás érkezik-e majd, mert azt hiszem, hogy mindenképpen, mert hogy mondjam, lenne rá igény, mert ez így, úgyhogy gyakorlatilag harmadik játék volt, és nagyon-nagyon sok pénz volt a hatos számú Double Girl-ön, azért hát több, mint érdekes. Szoros azért a második hely, valóban talán Babilónia, de azért Aurora Borealis nagyon jön. 3-1-5, hát nyilván, hogyha
tudjuk, hogy Double Girl nem is akar elindulni, akkor mondhatnánk, hogy ez egy zsinór papírforma sorrend, valójában így viszont harmadik játék lesz. Célfotó meghirdetve. Természetesen. Hát bizottság megtalálta a szakágát, mert azért a 30-40 közötti formákkal síkon is úgy megélt a saját kategóriájában, de hát Gáton látszik igazán kiteljesedni, úgy tűnik, Sztojka Rudolf idomítotja. Így van, Csöpi mester örülhet, Makovicki Ákos is egyébként, hiszen első sikerét aratta ebben a szakágban, és nagyon szépen, nagyon tehetség.